Folytatódott a Zsolt utcai Közösségi Házban a város egyik legnépszerűbb programsorozata, a Közéleti és Kulturális Szalon. Az esten Bakonyi István irodalomtörténész moderálásával Bucsi László professzor, a Szent György Egyetemi és Oktatókórház egykori főigazgatója, városunk tiszteletbeli polgára avatta be egyedülálló pályaívének történetébe az érdeklődőket. Egy olyan tudós orvosról van szó, aki tényleg egyrészt a városért rengeteg tette, de én azt hiszem, hogy a határok kitágíthatók, hiszen egy nemzetközileg elismert ortopédusról van szó, aki kétségtelen ténye a Fejérvári Szent György Kórházban is különösen fontos szerepet játszott. A közelmúltban ő volt a főigazgató például. Én azt szeretném, hogy itt egy kis portrét tudjunk rajzolni ebben az órában, akár a gyerekkortól napjainkig, hiszen a városhoz kötődése, meg az egyetemes értékekhez kötődés az egyaránt fontos. Bucsi tanár úr, hogy a székesfehérváriak is szólítják, nagyon sokat tett azért, hogy városunk egészségügyi ellátása ma is követendő, például szolgál országszerte. István felhívott és kérdezte, hogy mi legyen a meghívón. Mondom, amit gondoltok, tegyetek rá, és nagyon jó érzékkel odaírták, hogy tiszteletbeli polgár, aminek az állami kitüntetéseken túl legjobban örülök. Tehát első helyre helyezem, én Fehérváron születtem, itt nőttem föl, kis kitérővel visszatértem ide, és az, hogy ennek a városnak a tiszteletbeli polgára lettem, ez a legnagyobb megtiszteltetés számomra. A hangulatos diskurzusban a szép számú érdeklődő megismerhette a ma is méltán népszerű Bucsi professzor emberi és szakmai útját, azokat a történéseket, amelyek választott hivatásának is kulcspillanatai voltak.